az imént látott kántálással gyűjtenek minden földi jót a tanítóknak, mert szeretik őket, ezt önök is tegyék így. Ezt a mai napot azért szeretem, mert Cselnák Jánossal igazi férfi napot tarthatunk. Nem sajátítom ki a napot, a Balázs mellett még Oszkár névnapot is ülünk. Van Oszkár ismerős? Igen, van Gáti Oszi például. De szeretettel köszöntöm a Balázsokat a te személyedben is, és minden kedves köszönöm. Nézőt. Cserébe annyi jót tudok tenni, hogy nem a saját hangomon mesélem el Jánosról, amit tudni kell. A lét és nem lét határát bátran átlépő argonauták. Csernák János színművész, szinkronszínész. Az egyik legszebb hangú magyar művésznek tartják. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1980-ban végzett Major Tamás Simon Zsuzsa osztályában. Játszott a Debreceni Csokonai Színházban, a Madách Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, és jelenleg a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színházban láthatja a közönség több darabban is. Számos tévéfilmben szerepelt, a Szomszédokban és a Kisvárosban is feltűnt. Már főiskolás kora óta szinkronizál. Ő adta a hangját Harrison Fordnak, vagy Zeffirelli a Názáreti Jézus című négyrészes filmjében is. Ő volt a címszereplő magyar hangja. Bozó Andrea Jászai Mari díjas színművész több darabban is játszik együtt Csernák Jánossal. Azt mondja, mellette biztonságban érzi magát a színpadon, és nagyon sok segítséget kapott tőle. A Jánosban én egy nagyszerű kollégát és egy nagyszerű embert ismertem meg. Ő hihetetlenül őszinte, nyílt, becsületes, egy nagyon tiszta ember, hihetetlen munkabírással és munkamorállal rendelkezik. Tehát ő az, aki már az olvasó próbára is felkészülten érkezik, és biztos, hogy a harmadik próbán már tudja a szöveget. Nagyon fegyelmezetten és nagyon nagy alázattal dolgozik, és gyönyörű hangja van. Csernák János a színház mellett írással és filmezéssel is foglalkozik. Isten kard és kasza című önálló estjein Ady Endre, Babits Mihály és Vörös Marti Mihály költeményeit szólaltatja meg. Hangja szól a fellegekben. Bozó Andrea dicsérő szavait csak megerősíteni tudom. János még most ebben a pillanatban is izgul, és szeretné, hogy maximalista módjára a műsor minél jobb legyen. Egyébként hogyan telnek a napok? Salgó-Tarján szinkron stúdió? Salgó-Tarján szinkron stúdió? Salgó-Tarján szinkron stúdió, haza, otthon a család, kecskék. De hát az tulajdonképpen színház az, ami a legfőképpen betölti most az életemet. Most, hogy különösen próbálok is. Mire? Harold Pinternek a hazatérését próbáljuk Mikó Istvánnal a főszerepben, Gyuriska János rendezésében, Gyurma egyébként a beceneve. Nagyon kedveljük őt. Én nem ismertem erről az oldaláról, hogy ilyen felkészült és nagyszerű rendező. Ez most nem azért mondom, mert a rendező, hanem mert valóban így van, és olyan nehéz ilyen kategóriájú rendezővel találkozni, aki valóban tényleg a kottából rendez. Nem csak kedves nézőink, én is felfigyeltem a kecske kifejezés. Hát, hol? Pedig kerülni szerettem volna magánéletet. Egy erdő közepén élünk, ahol a kisfiam, most 15 éves bátorfiam nagyon beteg volt gyerekkorában, és hosszú estéket, éjszakákat töltöttünk ki vele az ablakban, mínusz fokokban levegőztettük, hogy ne fulladjon meg, és kecsketejet ajánlottak. Na most a kecsketejet akkor mi patikába vettük, tényleg valamelyik nagy áruháznak a patikájában, és nagyon bevált, a gyerek egészséges lett, tőle meggyógyult. Hát Istennek hála és a kecskéknek, emiatt amúgy is szeretvén az állatokat, elkezdtünk kecskéket tartani, most a 15 fős állományunk van, éppen most született 12 kicsi. Gyönyörűek, mint ahogy a versek is gyönyörűek. A versek szeretete régi szerelem? Nagyon régi. Én az általános iskolában így próbáltam magam megvalósítani, így próbáltam kapaszkodót találni, és egy-kétszer, nem sokszor felléptem. Akkor még nem derült ki számomra, hogy mit jelentenek a versek, elkezdtem őket olvasni. Sikerült szerelmek hiányát, visszautasításokat és egyéb traumákat is kiélni, könnyebben megélni a versek kapcsán.
És elkezdtem, akkor még nagyon kezdetleges gyerekcipőbe jártak a Magnók. Vettem magamnak egy, nem mondom a márka nevét, Magnót, és elkezdtem felvételeket csinálni, és tökéletesíteni versmondásokat. Nagyon furcsa volt először meghallani a saját hangomat. Teljesen idegen volt, annyit azért, és nem akarok szerintelen lenni, de annyit az is sejtettem, hogy azért ez nem olyan rossz. Tanúsíthatjuk. Köszönöm. Az a könyv, amit hozott hozzánk János, egy ismert könyv, vagy már nem ismert könyv, az Egri csillagokról beszélünk. Én nagyon nem szeretném, hogyha már nem ismert könyv lenne, mert egy csodálatos, ugye a görögöknek is megvan a maguk Odüsszeia, stb. Homérosz. Nekünk volt egy közönyi kutatás, talán egy vetélkedő, és nem emlékszem pontosan, aminek a győztese a könyvek között az Egri csillagok lett. Nem ezért szeretem, hanem azért, mert 12 éves koromban édesapám ezt a könyvet adta először a kezembe. Egy örök élete szóló meghatározó élményem volt. Nagyon sok mindent, hogy hazaszeretet, hogy nemzet, hogy az, hogy összeszorítjuk a fogunkat, és a utolsó utáni pillanatban is küzdünk még valamiért, amit szentnek, jónak tartunk. Mindezeket ebből a könyvből sikerült megtudnom. Nem azt mondom, hogy így élek, de szeretnék így élni én is. Már abban az értelemben, hogy ezeket az eszméket az ember tiszteletbe tartja, és nem hágja át naponta mindenféle kicsi, ócska, vacak hazugságukkal.